Lényegében az egész teremtett világunk, maga a Föld, mint bolygó, az ősrobbanás pillanatától az egy kozmikus teremtmény. Az egy olyan matéria, amiből kicsirázhatott az emberi lét. Amikor Rugosi Mária művészetére gondolunk, akkor tudnunk kell, hogy a művei nem egy helyen vannak, hanem az országban nagyon sok felé, főleg a Dunántúlon. Most meg akarjuk keresni azokat a helyeket, ahol az ő alkotásai vannak, és ezekből az alkotásokból fog kirajzolódni előttünk az a kép, amelyet az ő szobrászata, a magyar szobrászat számára jelent. Az 50-es évek után, amikor nagyon fontos volt a szabadság fogalma, egy művész generáció és általában az emberek számára is, az egész ország is egy nagyon zárt világban élt. A 60-as években nagyon fontos volt az, hogy milyen utakon lehet eljutni az egyetemes művészetnek a akkori jelenkori állapotához, és hogyan lehet szabadon felhasználni mindazt, ami a rendelkezésünkre áll, hogyan lehet szabadon gondolkodni fiatal, feltörekvő, általunk neoavangárnak nevezett generációnak. Az egyik legfontosabb értéket a szabadság fogalma jelentette. Azt tudjuk, hogy a kezdettől kezdve őt nagyon érdekelte a geometria. Ebben nagyon sok esetben Bogus Zoltánnak a hatását is érzékelhetjük, mert Bohus számára nagyon-nagyon fontos volt a geometria maga élete végéig. Máriának ez a geometria az élete első felében, első periódusaiban volt rendkívül jelentős. Egyszerű formákat használt, egyszerű tiszta felületeket, egyszerű anyagokat, fémet, vasat, krómacélt, időnként plexit is, és azt látjuk, hogy ezzel ő a magyar neoavangárdnak egy nagyon fontos szerkesztői gondolkodásmódját örökítette át a saját művészetébe. Ez a 70-es évek vége, ahol még az ő fém szobrainak a világára nagyon emlékeztető formák, formakapcsolatok jelennek meg. Nagyon fontos kulcsszerepben az a kettő szellemileg összetartozó darab, amik a 82-es Dorottya utcai nagy installációnak a gondolatvilágát fogalmazzák meg. A tér átmegy fénybe való feloldódást mutató formák végtelensége felé. Édesanyám a legjobb barátnőm volt. És ő is ezt mondta, hogy én vagyok a legjobb barátnője. Az ölelése, a szeretete, a gondoskodó kezei, a simogatása, tehát a anya. Mindig az volt az első, hogy beszaladtam a műterembe, ahol hallottam a vizes csiszolókarongnak a hangját, és megcsapott az az illat, ami a szilíciumkarbid szemcsének, a vizes szilíciumkarbid szemcsének az a jellegzetes illata, és akkor tudtam, hogy megérkeztem. Komolyan bennem van az a hang, amikor éppen vágják az üveget, az, ahogy éppen húzzák a vonalat az üvegen, majd megrepesztik és eltörik. Ez is nagyon jellegzetes, mondjuk itt azt hiszem a kicsi Rékával van, kislányával, egyik kislányával, és akkor valahol láttam még itt a Bózs Zoltánnal, férjével. Egy évvel ezelőtt azon kezdtem gondolkodni, hogy miért ne tekinthetnénk mi is anyaguknak a fém, a fa, a kő mellett magát az anyaföldet, és miért ne lehetne lakótelepeken mesterséges tájakat létrehozni, fűvel, fával, virággal bennőtt plasztikus tájakat, tavakkal, kis folyókkal, amiknek levegő szennyeződést és zaj szűrő szerepük is lenne.